Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyáktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén a kínűzt énekeljük el. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a Szent Keresztség által befogadtas az Anya Szent Egyházban. Ha igen, felel, akarom. Mondjuk el a gyülekezettel közösen a mi hitünket, a hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében,
és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Onnan részem eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kérem, tessék letérben. Beáta, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentek Istennek nevében. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, te az enyém vagy, mondja körülbelül Istenem. János Evangélium a 15. részéből a 16. verset olvasom. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét, a tanukat is kérem, hogy foglaljanak helyet, titeket pedig kérlek, hogy gyertek ide kicsit közelebb, és a végigálljátok velük a Isten tiszteletet. Köszönöm. Az esketési beszédnek három része van. Az első mindig egy általános tanítást ad, a második rész, amikor személyes üzenetet adok át az élőisten igéjeként, a harmadik rész pedig az estütétel maga a gyűrűhúzással. Sokan megkérdezték, hogy mi különbség van a polgári és az egyházi esküvő között. És roppant egyszerű a válasz erre, a polgári házasság kötös az egyfajta szerződés. A szerződésnek a lényege, hogy felbontható. Mögöttese pedig az, hogy amíg arra szerződök valakivel, hogy szeretem, és ő szeret, amíg van értelme annak, hogy mi közösen egy életet éljünk egyháztartásban, és azt vezessük, amíg van értelme annak, hogy tart egy lélek kapcsolat, egy testi kapcsolat, addig ez a házasságkötés működhet. Aztán eljön a perc, amikor a szerződés lejár, mert nem szeretem, vagy mert nem szeret, és véget ér. Az Istennél egészen másképp megy a házasság kötése, először is azért, mert eleve elrendelt dolgot hajt végre az Isten. Eleve benne elvégzett dolgot hajt végre az Isten. E fölött pedig, mivel a láthatatlan Krisztus testnek tagjai azok az emberek, akik az élőisten elé mennek, hogy a te áldásoddal bírjunk, erre a Friede nézve, ezért szövetségkötés történik előtte, ahol a korona tanulja ennek a szövetségkötésnek maga az Isten. Vissza lehet élni vele, mert lehet szövetség szegővé lenni, vagy a szövetségnek árulójává lenni. De mind a kettő jellembeli hibát közvetít. Amikor arról fogok szólni itt, hogy véghetetlen dimenziójú világban lakozó Isten előtt szólalunk meg, akinek van rálátása az életünkre és a körülményeinkre, egy számunkra elérhetetlen perspektívából csak kijelenti a következőket. Enyém minden lélek. Tudom, mi készül a lélekbe. Tudom, mire van egy léleknek szüksége az élethez. Ismeri, hogy mi van a sötétbe, és mi készül a sötétbe.
Csak úgy zárójelbe írtam magamról, hogy titkok is készülnek, amiknek majd eljön az ideje, hogy napvilágra hozzák. Van ellenünk való készülődés. Mindig volt, és még ember él a Földön, mindig lesz. Van szellemi is, és van nagyon is emberléptékű. Isten jól tudja, mi van a sötétben, mi készül, és mert övé minden lélek, ezért azt mondja, szükséged van rá, hogy beleszóljak az életedbe. Tudom a szükségedet, és a szükségedre a válaszokat egyedül nálam találod meg. Amikor arról beszél, hogy a mi életünk itt a Földön, ha tetszik, hanem egy olyan életközeg, ahol kapcsolatok születnek, és kapcsolatok múlnak el. Pontosan tudja, hogy van egy kapcsolat, amit az ember nem képes felvenni. Ez az ő személyével való kapcsolat. Ezért úgy döntött, hogy elküldte a fiát Jézust, hogy vegye fel az emberrel a kapcsolatot, a bűnös emberrel, és mondja el, és le is iratta, és azóta is leírva van, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És mert ebben a mondatban benne van egy különös szó, erről kívánok majd beszélni, a szeretetről. Mi a szeretet? Walter Nietzsche így fogalmazta meg, amikor megértett belőle valamit, szeretni annyit jelent, mint a másik valódi szükségleteit felkutatni és betölteni. Szeretnék kérdezni valakit, valamit mindenkitől. Megfogalmaztad-e már magadnak, hogy mit jelent, ahogy te szeretsz? Mit értesz az alatt, hogy szeretem őt, azt a másikat? A válasz így hangzik, felkutatni valós szükségeit és betölteni. A Szentírás három rétegű szeretetet vázol fel. Az elsőt mindenki ismeri, erre került a hangsúly, ez az erosz. Ezt úgy tudnám lefordítani magamra, hogy kívánlak. Ez áll mögötte. Kívánatos vagy. Szeretlek, mert kívánatos vagy. Jön a kérdés, hogy mi mindent tud elmondani ezzel az ember. Szeretlek, mert a stílusod tetszik, szeretlek, mert a formát tetszik, szeretlek, mert értelmes vagy, szeretlek, mert jó veled lenni, szeretem a bablevest, szeretem a tyúklevest. Kívánom. De ezt nem lehet kényszeríteni, ezt nem lehet parancsba adni, hogy kívánd. Hogy szerest, így szerest. Ha a biológiám nem olyan, mint az övé, nem fog rezdülni arra a másikra. Ha a sóskát nem szeretem, hiába mondják, hogy szerest. Nincs az erosznak az a része, ahol a kívánsággá válik, és úgy lesz indulattá. A másik szó a filia, ez egy speciális dolog, tulajdonképpen a barátságra vonatkozik. Szeretlek, mert szeretsz, hűséges leszek, mert hűséges vagy, bízom benned, mert bízol bennem, segítelek, mert segítettél. Egy kölcsönösségről beszél. Házasságban is van ilyen. De ezt se lehet kikényszeríteni, hogy bízzak valakibe. Hogy készséget érezzek arra, hogy törődjek vele. A harmadik pedig egy egészen speciális szó, az agapé. Valamikor asztal közösséget jelentett, de Jézus új formát és új tartalmat adott neki. Azt mondja, hogy jövök, az ajtód előtt zörgetek, a szíved ajtaján, ha beengedsz, akkor veled ülök egy asztalhoz, és amikor majd elviszlek magamhoz, és te zörgetsz. Én engedlek be, és te ülsz az én asztalomhoz. Életközösséget jelent. Nagyon szeretem a gyülekezetbe azokat az embereket, akik felvállalnak sorsokat és életeket. Ilyen első renden nekem egy édesanya. Tudjátok, a gyerekek, amíg nem lesznek szülővé, sose tanulják meg az élet alapvető törvényét. Az életnek szigorú törvénye van, az élet életből él. Tessék végig gondolni. A növény fölszívja a föld sóit, és önnön életévé teszi.
Az állat lelegeli a növényt, és önnön életévé teszi. Az ember mind a kettőből él. Sőt, van még egy egészen speciális dolga is, hogy az élet életből él, amikor a nőnek a szíve alatt egy élet támad, akkor az a nő pontosan tudja az élet törvényét, hogy az élet életből él. És egyedül az embernek van joga arra, hogy nemet mondjon az élet törvényére, és nem engedi meg, hogy az ő életéből egy másik élet éljen. A teremtett mindenségben másként van. Csak az ember kapta meg a hatalmat, hogy öl, vagy életbe tart. Az élet törvénye betöltéséhez kell a szeretet törvénye. A szeretet törvény azt jelenti, hogy élhetsz belőlem. Sokféleképpen mondhatják a szeretetet. Ez a lényege. Élhetsz belőlem. Azért vagyok, hogy neked legyek. Azért vagyok, hogy több lehess általam. A kölcsönös szeretet pedig azt jelenti, hogy Bea azt mondja, Miklós, élhetsz belőlem, és én odaadom magam azért, hogy élhess általam. És ugyanezt mondja a férfi, élhetsz belőlem. Egyszerűen fogom elmondani, csak egy rövid szó, szeretlek. Tudjátok, a szövetség kötésnek pedig, és ez a botránkoztató rész, akkor is az Isten előtt kötött szövetségnek, akkor is mély tartalma van, ha éppen nem szeretem abban a pillanatban azt a másikat. Ha éppen valamiért irritál az a másik. Ha éppen valamiért más látásmódon vagyok vele. Akkor sem változik a szövetségnek az a része, hogy elszenvedlek, mert élhetsz belőlem. Mert hosszú tűrő leszek, mert úgy szeretlek, hogy élhetsz belőlem akkor is, ha nem könnyű nekem. Szeretni azt jelenti, ahogy az Isten lehajolt a bűnös emberhez, akiben semmi szeretnivaló nem volt. Szerette előre, és szereti, így mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, kiterjesztettem rád az irgalmasságomat. Élhetsz belőlem. Mi a különbség a polgári esküvő és az egyházi között? Az egyik szerződés, ami fölbontható. A másik szövetségkötés, hitem szerint örök. Kérem a gyülekezet tagjait, hogy álljatok fel, ti pedig fogjátok meg egymás jobb kezét, és az esküvőkötés előtt elmondom a két igét. Miklós, a 2 Korintus 5.21-ben ez van megírva. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kincset kaptál, egy örökkévalót és egy földit. Beáta. János evangélium a 17. rész 9. verse. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nincs női gondolat, hogy egy birtokos, egy birtok. Két birtokosa van. Itt a földön ő, és van egy örökkévaló, aki úgy szerette, hogy az életét adta érte. Mondd utána a férfi testvérem, én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, a Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a nőt
akinek most Isten színe előtt, kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hűn leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem ücsegélye. Mondd utánam te is én. Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a férfit, akinek kezén vagyok, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben, hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segít. Hallotta Isten, és hallottuk mi is a ti szent esküvésteket. Ennek alapján a magyarországi református ház nevében ezt a házasságot megkötöttnek, és érvényesnek nyilvánítom ki. És megáldom azt a mindazt Isten nagy nevében, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Legyetek szentek, fedhetetlenek, mint akik mellé áldást parancsolt az Isten. Amen. Megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy, úgy a könyvő Istenem. Hagyjuk a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy hálát adhatunk neked sokféle kegyelmednek megmutatásáért. Olyan messziről jövünk, olyan távolról tőled. Ha nem keresel meg, ha nem szólsz bele az életünkbe, nélküled járjuk végig ezt a földi életet, nem tudva arról, hogy van bocsánat, van kegyelem, van örök élet. Nem azzal ér véget a földi lét, hogy kimúlik a lélek a testből, hanem eléd járul a lélek, számot adni a testben, mit cselekedett, jót vagy rosszat. Szeretném megköszönni a szülőknek az életét, az édesanyák élet áldozatát, az apáknak a többről többre törekvését, hogy az övéknek életteret biztosítsanak. Légy áldott minden kimondott szóért, ami nevelt, ami tanított.
légy áldott minden bölcsességért, minden mozdulásért, minden verejtékért, minden szenvedésért, ami életet közölt, és élni életet segített elő. Arra kérünk, hogy te kegyelmedbe maradva, hadd teljék az életünk itt a földön tovább. Jézus Krisztus életének hálát adva, megköszönve a miénket, amit ő szerzett meg, és ő pecsételt el örökre az atyának. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot így. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Templomi istentiszteletünk véget ért. Az élet istentisztelete folytatódik. Ne felejtsétek el. Áldást parancsolt melléd az Isten. Töltsd be a te életed küldetését.